ország egyik legszebb stúdiójában vitatjuk meg a közélet mindenkit érintő kérdéseit. Kapcsoljon a megújult Echo TV-re. Echo, a nemzet hangja. Hölgyeim és uraim, felkészültek? Ránk hangolódtak? Akkor nekikezdünk. Az Echo TV budapesti stúdiójából jelentkezik a higgadt, mérsékelt és megfontolt házigazda, Bájer Zsolt. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszönöm szépen, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a képernyők előtt is, és természetesen itt a stúdióban. Köszönöm szépen, hogy itt vannak. Megígérem, hogy talán az eddigi adások közül ez lesz a legszürreálisabb. Ugyanis olyan híreket sikerült összeszednem, amiket magam sem hiszek el. De kénytelen vagyok, úgyhogy akkor vágjunk bele. Az a helyzet, tisztelt hölgyek és urak, úgy tűnik, a világban már minden rendben van. Nincsenek problémák. A gazdaság az egész világon jól működik. A demográfiai helyzet kiváló, mindenütt béke honol, Európa egy kis ékszerdoboz. Magyarán minden tökéletes és csodálatos, egyetlen egy problémát kellett még orvosolni, egyetlen egyet, és ez most sikerült. Angliában az utolsó probléma ott volt, de ez sincs többé. Ugyanis a következő történt. A jövőben tilos a lány szó használata egy brit lányiskolában. Az Altrincham Grammar School for Girls, mint azt neve is mutatja, lányokat oktat és nevel több mint egy évszázada. Ráadásul Anglia egyik legkiválóbb középiskolájáról, lánygimnáziumáról van szó. 107 évvel ezelőtt alapították Manchesterben, és ez alatt a 107 év alatt, azon túl, hogy mindig kiválóan teljesített ez a gimnázium, egyetlen egy dolog volt konstans, hogy ez egy lánygimnázium, úgyhogy az ott lévő lányokat lányoknak szólították. Jelentem, ennek vége van. Végre, egyszer és mindenkorra ezen is túl vagyunk. Ugyanis, folytatom a hírt, a szülők meghökkenve értesültek arról, hogy a jövőben tilos a lányszó használata az intézmény kommunikációjában és a diákok megszólításakor, helyette kizárólag a tanuló megnevezés az elfogadott. A lány ugyanis rosszul érintheti az iskola transz nevű diákjait. Ahogy az iskola vezetője a szülőknek írt levelében fogalmazott, a döntés válasz azokra a kihívásokra, amelyekkel azok a diákjaink néznek szembe, akik megkérdőjelezik saját nemi identitásukat, vagy nem lányként határozzák meg önmagukat. Megnyugtatóan hozzátette az igazgató úr, hogy dolgozunk a rossz beidegződések megtörésén, hogy mindenki otthon érezhesse magát intézményünkben. No, tisztelt hölgyek, urak, azért néhány kérdést felvet ez a hír, nem? Tehát például, ha egy lánygimnáziumban nem lehet lánynak szólítani mostantól a tanulókat, mert hogy nem lehet biztosak benne, hogy a lánygimnázium tanulói lányok. Ebben az esetben azért, tehát mondjuk, ha jövőre, a következő évfolyamra be akar iratkozni néhány fiú, aki egyébként lánynak érzi magát, akkor ezt a problémát hogy fogja az igazgató feloldani? De most lehet, hogy én vagyok a hülye, de hát ha egy fiú lányként szeretne beiratkozni, akkor kénytelenek lesznek fölvenni, nem? Hát micsoda diszkriminációval néznénk szembe, ha nem venné föl a 107 éves Manchesteri lánygimnázium azt a fiút, aki lánynak gondolja magát.
Ellenben, ha fölvesszük eztán azokat a fiúkat, akik lánynak gondolják magukat, megőrizheti-e még egy patinás intézmény a lánygimnázium nevet? Ugye ez is egy fontos kérdés. De hát akkor ne álljunk meg félúton, hanem jöjjünk haza, és ideje például elkezdeni foglalkozni azzal a problémával, mert az előbb hazudtam, minden rendben van, és végre ez az utolsó előtti probléma is orvosolva van. De mi lesz például a személyi számmal? Mikor fog végre valamelyik liberális testvérünknek eszébe jutni? Micsoda diszkrimináció, hogy a férfiak személyi száma egyessel, a nőké pedig kettessel kezdődik? Nem megkülönböztetés, édes véreim? Hogy lehet így élni? Arról nem beszélve, hogy mi van azokkal, mondjuk, ha én holnap rájövök, hogy én mégis nő vagyok, csak férfi testbe vagyok zárva, akkor, és elkezdem követelni mondjuk, hogy mostantól az én személyi számom kezdődjék másféllel. Nem? Hát valami, utálom ezt, hogy ilyen fekete-fehér a világ. Férfi, nő, gyerek, felnőtt, öreg, fiat, ez marhaság. Én egy férfi testbe zárt leszbikus nő vagyok, ezt abból gondolom, hogy csak a nőket szerettem egész életemben. De akkor ne legyen már egyes az én személyi számom, hanem hogy legyen másfél. Jó? Én tényleg betoljok, szóval én próbálok úgy tenni, minthogyha amúgy ez csak vicces lenne, mert az, de azért kicsit belegondolunk, ez tragédia. Ez tragédia. És képzeljék el, hogy ennek a 107 éves patinás brit leány gimnáziumnak a diákjai, akikről állítom, hogy a 100%-uknak eddig nem jutott eszükbe, hogy ők nem lányok. De most néhány kretén barom állat megálmodta, és akkor jövő héten már lesz olyan kislány, aki meg akar majd felelni. És akkor ő majd fiúnak fogja magát képzelni, és vice versa. Imádom a nyugatot. 40 éven keresztül oda vágytunk. Nézzék meg, mi lett belőle. Folytassuk a sort, mert van még a tarsolyomban néhány. Most figyeljenek, ugyanis szót fogunk ejteni a nővé operált férfi szürreális történetéről. Nem lehet anyaként bejegyezni azt a transz nemű nőt, akinek a még férfiként lefagyasztott spermájával megtermékenyített petesejtből született később gyermeke. Döntött csütörtökön a német legfelsőbb bíróság Karlsruhe-ban. A megdöbbentő történet szerint a transz nemű felperes 2012-ben operáltatta magát nővé, élettársa pedig 3 évvel később hozta világra gyermeküket, miután a még férfiként lefagyasztott spermával megtermékenyített petesejtet beültették a méhébe. Nem olvasom tovább. Ugye, volt néhány évezreden keresztül, volt ennek a dolognak egy ilyen bevett mechanizmusa. Én tudom, hogy már annyira avitnak hangzik, én is kicsit szégyellem magam, de gondoljanak be, ez évezredeken keresztül úgy ment, hogy mi férfiak lefeküdtünk egyedékkel, nőkkel, ha akartunk gyereket, akkor úgy feküdtünk le, azt örültünk, ha sikerült, kegyedék megszülték, az mindenki hazament és boldog volt. Ez az antivilág, ezt meg kell haladni, de senkit nem érdekel már, ez olyan unalmas. Most inkább azt játsszuk, hogy mi férfiak átoperáltatjuk magunkat nővé, de még mielőtt átoperáljuk magunkat, a spermánkat lefagyasztjuk, hogy azt majd a későbbi, nem tudom milyen élettársunkba be lehessen ültetni, és akkor ezzel a kis flikflakkal szeretnénk gyereket, akinek később valószínűleg egyszerre szeretnénk lenni az anyukája meg az apukája. De elmegy mindenki az anyjába, de most komolyan. Én annyira szeretnék finom és nőies lenni, de
Nem elmennek ezek mind az édesanyjukba? Anyjuk keservébe, ahogy ugye bár ezt nem kell ezen nagyon fölháborodni, aki még járt iskolába, az antivilágba, annak szerintem még a Toldit el kellett olvasni. Mit is mond Miklós, amikor elszabadul a bika a vágóhídról, és ő elfogja és visszaviszi? Ugyebár, hogy is írja Arany? A mészáros legények egy nagy darab májat kilöktek eléje, és menjen onnét, mondták, anyja keservébe. No, én ezt tudnám javasolni. A nővé operált, lefagyasztott spermájú férfiaknak, meg az élettársuknak, hogy így, ahogy vannak, rendeződjenek libasorba, ahányan vannak, vigyék magukkal a lányiskola igazgatóját is, aki szerint nem lehet többet lánynak hívni a lányokat, azt mindannyian sétáljanak már anyjuk keservébe, nem? Keressenek maguknak egy lakatlan szigetet, és ott csináljanak egy ilyen saját kis bulit, ahol senki se az, aminek látszik, lehet kecskét is dugni. Te, mindegy, hogy mi történik, csak menjenek el messzire, és hagyjanak minket ebbe a nyomorult, megátalkodott, ódivatú, ókonzervatív életünkbe, hogy járjunk össze mi pacsik a csajokkal. Mindegy, az a szomorú, hogy még itt vannak. Bár azért van egy jó hírem, szerintem ez sokáig nem fog tartani. És akkor egy kicsit elszakadva a fiú-lány gender problémától, ugorjunk át Németországba, és mielőtt egészen elképesztő képsorokat fogunk nézni, arra kérem önöket, hogy hunyják le a szemüket, és egy kis időutazás fejben menjünk vissza a 80-as évek Romániájába, amikor is ugye először kaptunk hírt arról, hogy Nyikolaj Ceausescu úgynevezett falu rombolásra készül. A nagy eszme jegyében le akarja dózerolni, értelemszerűen és nyilván elsőként a székelyföldi magyar lakta kis településeket, falvakat, hogy az ott élőket bekényszerítse a városba, mondván, hogy falvakra már nincsen szükség. És hát nyugodtan visszagondolhatunk arra az egyetlen csodálatos egykor volt székelyföldi magyar falura, Bözödújfalura, amely egyébként egyedüliként áldozatul esett ennek az esztelenségnek, amelyet ugyebár egy völgyzáró gát miatt vízzel elárasztottak. No, ezt csak azért gondoltam, hogy felidézem itt a németországi napjainkban zajló események előtt, hogy el tudjam mondani azt a mondatot önöknek, hogy ami ma Németországban történik, azt Nyikolaj Ceausescu így nem merte volna megtenni. Ma, tisztelt hölgyek és urak, Németországban van egy terület, ahol eddig 6 falut tüntettek el a föld színéről, 6-ot, de úgyhogy ott semmi nem maradt, nincs, megszűnt létezni. És amit most itt látnak mögöttem, és amit a kedves nézők is látnak, egy templomnak a lerombolását, ez most zajlik. Ez napjainkban készült felvétel, éppen a 6. pusztulásra ítélt falu, egy Immerath nevezetű kis falu Németországban, annak az egykor volt csodálatos, nem is egyszerű templomról, inkább nyugodtan beszélhetünk katedrálisról, a méreteit tekintve. Szent Lambertus katedrális végóráit láthatják, itt van még, ahogy áll ez a templom. Most rombolják le, ez tehát a 6. falu, de lesz még 2 a hírek szerint, amit el fognak tüntetni, és tudják miért? Levezetem a történetet. Fukushima, Japán, atomerőmű baleset, ugye emlékeznek. Ennek kapcsán előkerültek a zöldek, akik imádnak mindig előkerülni, és a zöldek az eleve egy elmebeteg kaszt. Ezen belül a leghülyébbek a német zöldek. És a német zöldek megálmodták, hogy Fukushima után, hogy be kell zárni a német atomerőműveket. A szeretve tisztelt kancellár asszony pedig azt mondta, hogy hát igen, hát akkor be kell zárni az atomerőműveket. Úgyhogy a működő német atomerőművek közel felét már bezárták, ellenben ebből mindössze az következik,
hogy nincs elég energia Németországban. Mert elmebeteg zöldek idehaza is, hiába mondják el nap mint nap, hogy vigyázó szemünket Németországra vessük, mert ott lám-lám a zöld energia és a megújuló energia, hát hogy azt már mindent kiváltottak, egy kedvenc klasszikusomat hagyj idézzem, egy lószart mama. Semmit se váltottak ki. Olyan szinten energia hiány van Németországban, hogy ahol ezek a falvak voltak, ott sokáig egy, most figyeljenek, kapaszkodjanak meg a székükbe erősen, egy nyílt színi fejtésű barna szín bánya üzemelt. A lehető legkörnyezetszennyezőbb minden szempontból. A barna szén ilyetén bányászata és a barna szén elégetéséből nyert energia a legkörnyezetszennyezőbb ma a világon. Ellenben Németországban az atomerőművek bezárása miatt olyan energiahiány lépett fel, hogy újra nyitották a nyílt színi fejtésű barna szén bányát, viszont rögtön neki is álltak bővíteni oly módon, hogy ismétlem, 6 falut eltüntettek a föld színéről, a 6 falu helyén bányagödör lesz. És ez a 6. falunak a katedrálisa, amit itt önök látnak, ez éppen most tűnt el az elmúlt napokban a föld színéről örökre, hogy Németországban nyílt színi, barna kőszén bánya legyen a helyén. És a zöldek is tapsikolhatnak, Angela Merkel is büszke lehet magára, amúgy meg ahányan vannak, mindegyik tehet nekem egy szívességet. És még egyszer mondom, Nyikolaj Ceausescu ezt így egész egyszerűen nem merte volna megtenni. És legalábbis olyan ellenállásba ütközött volna, hogy kétszer is meggondolta volna, hogy neki fogjon-e. Németországban hallottak egy hangot, egy tiltakozó szót, akár egy nyomorult újságcikket. Idehaza bárki fölemelte a hangját. Hallották a zöldektől mostanában azt, hogy Németországban barna kőszelet égetnek? Uramisten, mi lesz a levegővel? Meg a széndioxid kibocsátással? Nem hallottak. Amúgy meg kit érdekel, ugye, hogyha egy ilyen katedrális az enyészeté lesz. Tudják, hogy a svéd parlamentben most éppen miről vitatkoznak? Arról, hogy vezessenek be egy olyan törvényt, amely szerint egy férfinek a szexuális aktus beteljesedése előtt egy írásbeli engedélyt kell kérni a nőtől, de a feleségétől is. Nézek itt egy derék házaspár, a drága uram, én is nős vagyok, egy pillanatra gondoljon bele, tehát ugye gyakorlati problémáim vannak az üggyel. Elképzelem, ahogy éppen nekifogunk ugye otthon, szeretni egymást. És akkor egy adott pillanatban szerelem ittas hangon, kicsit suttogva odafordulok a nejemhez, hogy ne haragudj drágám, de mielőtt tovább lépnék, megtennéd, hogy itt ezt a kis nyilatkozatot aláírod, hogy teljesen szabad akaratodból történik mindez. És akkor ő aláírja. De szerintem itt nem tudunk megállni, mert a papír alapú ügyintézés az idejét múlt, tehát valószínűleg az lesz a jövő útja Svédországban, hogy a jegyzett füzeteket kidobjuk a hálószobából, és majd az ügyfélkapun be kell jelentkeznünk. És akkor azt mondom, drágám, ne haragudj, nagyon jó, eddig minden simán ment, de most kicsit belépek az ügyfélkapun. Mi is a jelszó, édes? Igen. Na akkor most elektronikusan tedd már meg, hogy aláírod ezt a kis nyilatkozatot. Nézem az urat, maga is érzi, hogy ez egy kicsit macerás. Macerás lesz a buli. Ritkán fogjuk egymást szeretni. Viszont ha ezek után sikerülni fog, a nyilatkozat aláírása után, akkor büszkén elmondhatjuk magunkra, hogy mi igazi férfiak vagyunk. Aki ezek után teljesít, le a kalappal. No, hát némi jókedvet azért sikerült, látom, varázsolnom. És ennek tudatában
Atyai mentorom és kedves, talán mondhatom így barátom, Csurka István mondta nekem, hogy van a magyar irodalomban 10 olyan vers csatahajó, ami nélkül nincs is magyar költészet. Ebből az egyik József Attila Eszmélet című verse, ahol egyebek mellett ezt olvashatjuk, hogy akár egy halom hasított fa hever egymáson a világ. Szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát, s így mindenig determinált. Csak ami nincs, annak van bokra. Csak ami lesz, biztosak lehetünk, az ez a József Attilai üzenet, hogy ami van, széthull darabokra. Ez a beteg, liberális világ szét fog hullani darabokra, és ez egyszerre tragédia, de egyszerre remény is a mi számunkra. Már is elsuhant ez a röpke kis szünet, kezdődik a második rész. Vendégem a stúdióban Nagy Ervin, filozófus, egyszer s mind a Jobbik alapító tagja. Szerbusz, jó estét kívánok! Szerbusz, jó estét kívánok! És a beszélgetésünk során Jobbik alapítóként és filozófusként is szükségem lesz ma este rád. Mióta ismered Vona Gábort? Egy gimnáziumba jártunk, mindketten gyöngyösiek vagyunk. Ő egy másik osztályba járt ugyan, de együtt voltunk testnevelés órán, egy csapatba fociztunk, egy baráti körhöz tartoztunk, tehát mondhatni azt, hogy olyan 14-15 éves korom óta, és amikor Budapestre kerültünk egyetemre, akkor ugye egy kollégiumban laktunk egy ideig, egy baráti társaságban maradtunk, nyilván összetartottunk mi, mint gyöngyösiek, és együtt is kerültünk egy olyan közösségbe, amit akkor még úgy hívtak, hogy jobboldali ifjúsági közösség, ami a Jobbiknak volt egy megelőző civil szervezete, egy ilyen egyetemeken működő non-profit civil szervezet. Akkor ezt, ha jól számolom, hát majdnem 30 éves ismerettség, majdnem. Közel. Akkor viszont úgy is föltehetném ezek után a kérdést, látva a mai Vona Gábort, hogy mióta nem ismered Vona Gábort, és akkor innen elkezdhetnéd az egészet újra elmondani, de komolyra fordítva a szót, ebből a majdnem 30 éves ismerettség után a te számodra meglepetés az, amit most művel, vagy ez bele volt kódolva ebbe a személyiségbe? Nézd, nehéz erre válaszolni, mert igazából én úgy látom, hogy valahol ez ott volt benne, ennek a lehetősége. De hát nyilván barátom volt, és egy baráttal az ember mindig elfogult. Azt látni kell, hogy ő 20-as éveiben egy ilyen útkereső fiatal ember volt, egy tehetséges történésznek indult, jól tanult, nagyon jók voltak a jegyei neki, és hát kereste a helyét. És azt tudni kell, hogy ő 20 évesen keresztelkedett meg, tehát ugye ez egy ilyen identitásváltás volt az életében, találkozott a kereszténységgel, és komolyan is gondolta, beköltözött egy időre a ferencesekhez, kollégiumba, és lakott is ott velük. Aztán ugye látszódott rajta az, hogy keresi a helyét a politikában is. Először hát a Jobbik mellett ő belépett a Fideszbe is, erről is beszélni kell. Tehát nála volt egy ilyen lehetőség, hogy Fidesz tag volt, és talán ott megtalálja a helyét. Aztán ugye a kereszténységgel kapcsolatosan is voltak változások az életében, amikor könyvébe is leírta, hogy emlékezzünk rá arra, hogy úgy fogalmazott, hogy az iszlám az utolsó mencsvára, a mai embereknek a liberális demokrácia ellen. Lehet, hogy nem szó szerint idéztem, de volt egy időszak, amikor ugye az iszlám felé volt egyfajta
valamilyen szimpátiája. És hát volt egy olyan időszak is, amikor nagyon radikális lett, mi akkor jöttünk el egyébként a Jobbikból, amikor megalapították a Gárdát, amikor elindították a cigánybűnözés kommunikációt, és bevették az elnökségbe azt a szegedi családot, aki szó szerint és kőkeményen antiszemita kommunikációt vitt a Jobbikban. Ezt egyébként nem én mondom, bocsáss meg, hogy belevágok, nem én mondom, ezt azóta szegedi család mondta ki, tehát nem én antiszemitázom lesz szegedi családot, hanem ezt ő vallotta be utólag. Kicsit még elbíbelődnék itt a kereszténységnél. Az ugye, igen, önmagában izgalmas, hogyha valaki felnőtt fejjel 20 évesen keresztelkedik meg, mert ez nyilván egy tudatos vállalás akkor. Hát mi a fenéért keresztelkedett volna meg, ha nem azért, mert akkor úgy gondolta, hogy ahogy te is fogalmazta, találkozott a kereszténységgel, vagy Jézussal, vagy nem tudom. Igen ám, de a kereszténységgel való találkozása és az iszlám melletti hitvallás között azért volt egy meglehetősen kemény, ilyen pogány korszak is. Tehát azért én emlékszem a Jobbiknak arra a korszakára, amikor ugye Kurultáj, ős magyar, Árpád király, Attila király, főiskola, Badinyi Jós, tehát ez a Jézus pártus herceg vonulat. Tehát akkor a kereszténységgel való nagy találkozás elég hamar átfordult valami pogány szemléletbe, és a pogányságból mentünk aztán át az iszlámba? Hát, hogyha úgy nézzük kulturálisan, hogy mondjuk két szimbolikus alakját a magyar történelemnek megjelölök, Szent István és Koppány, akkor igen, volt Vona Gábornál egy olyan időszak, amikor Koppányra tette volna le a voksát. Ez azután volt, hogy ő megkeresztelkedett és kereste a helyét ugye a keresztény kultúrkörben. És ez valóban összekötődött azzal a fajta ősmagyar kutatásokkal, azzal az ősmagyar kultusszal, ami a nemzeti radikális oldalon ott volt. De hát szerintem az, hogy 20 évesen valaki így keresi a helyét, az szerintem egy természetes dolog, és ezzel nincs is baj. Szerintem nagyon sokan voltunk így ezzel. Viszont az, hogy most már ő lassan 40 éves, jövőre 40 éves lesz, ráadásul Magyarország miniszterelnöke akar lenni, talán nem szerencsés az, hogy még mindig ilyen útkeresésben van, hisz látjuk, hogy most pedig azokhoz a liberális értelmiségiekhez dörgölőzik, akik ellen eleve a Jobbik megfogalmazódott. Tehát teljesen kifordult önmagából, egy 180 fordulatot tett megint a személyisége. Tehát azt el lehet mondani, hogy igen, kódolva volt az, hogy ő csaponk, nincs kialakult világképe. Ezek utólag, persze már a kérdésedben benne volt, hogy mióta nem tartjuk a kapcsolatot, nyilván a mi baráti kapcsolatunk megromlott, és évek óta nem beszélünk egymással, de látom azt, hogy továbbra is ugyanúgy viselkedik, mint hogyha 20 éves lenne, és ami ebben a legrosszabb és a legveszélyesebb, hogy ezt a fajta kiszámíthatatlanságot, labilitást ráerőltet egy politikai közösségre, vagy rá akarja erőltetni, mert nem igazán vevők rá most a Jobbikba, nagyon sokan a pártagságból jól látszik. Erre még mindjárt vissza is térünk, de még egy picit maradnék itt az most már kimondhatjuk a permanens útkeresésnél, hogy, és mint egy kicsit most a filozófust is kérdezem. Ugye most Vona egy hosszabb interjúban azt magyarázta, hogy ez a mostani 180 fokos fordulat, az újabb 180 fokos fordulat, aminek talán a legszimbolikusabb pillanata, hogy a Spinoza házba megy a budapesti zsidósághoz elzarándokó kanosszát járni, és hűségesküdt tesz ugye emellett a vonal mellett. Ezt magyarázandó egy hosszú interjúban fejtegeti, hogy na ez aztán részéről egy ilyen nagyon lassan és hosszan kiérlelt valódi változás, hogy szép lassan jött arra rá, hogy mégiscsak ez a helyes út. Igen ám, de nincs egy éve, hogy még Julius Evola volt az atyamestere. Na most akkor én lennék az utolsó, aki jó marxista filozófusként és filozófia történészként, csak úgy pertángentem, lefasisztáznám és náciznám Julius Evolát, mert ennél kicsit hogy is mondjam, csak összetettebb személyisége, és mondjuk tudjuk, hogy volt ebben az országban néhány évtized, amikor Martin Heidegger is nácinak és
fasisztának számított, tehát ez semmit nem jelent. Na de azért, ha valaki egy évvel ezelőtt még Julius Evolával el Julius Evolától a Spinoza házig egy év alatt, ez elég meredek. Ez, azt kell mondanom, hogy ez tényleg, nem tudom, mi játszódik le a fejébe Vona Gábornak, de azt kell mondanom, hogy ez tényleg egy olyan változás, vagy váltás, ami számomra is érthetetlen. Számomra, aki azért láttam őt 20 évesen, hogy milyen útkeresésben van. Még talán azt is gondolhatnám, hogy ezek felvett maszkok. Tehát ő sose volt igazán nemzeti radikális. Sőt, talán most se őszintén mondja, amit mond, csak keresi azokat a gondolatokat, vagy azokat a lehetőségeket, ahol a hatalomhoz tudna jutni. Egy nagyon szélsőségesen hiú, már-már narcisztikus emberről van szó. Egy olyan emberről, aki teljesen mindegy, hogy milyen ruhát vesz magára, csak szerepelhessen és elő lehessen. Tehát valami ilyesmi történhet az életében. De a filozófiára visszatérve ez valóban furcsa, mert azért nagy filozófusok életében is voltak korszakok, gondolkodó emberek változnak, ez így van. De azért ilyen változások azért nem nagyon szoktak természetes módon megtörténni az emberbe. Nagyon furcsa, és ami a legmeglepőbb számomra mindebben az, hogy tényleg ilyen gyorsan zajlott le. Tehát, hogy fél éve, ahogy mondod, még erről beszélt, és megpróbálták valahol azt a fajta kétkulacsos politikát folytatni a Jobbikban, a társaival együtt, hogy egy kicsit a nemzeti radikálisoknak is adunk, meg balra is próbálunk adni. Tehát volt egy ilyen stratégia, és megpróbálták elhitetni azzal a nemzeti radikális szubkultúrával, hogy ez csak a külcsin változik, a belbecs, tehát a tartalom az megmarad. Hát egy Schneider Tamás abban a bizonyos belső beszédében elmondta, hogy nyugi gyerekek, mi ugyanazok vagyunk, csak most kifelé azt kell pofázzuk, hogy mi megszelidültünk, megjuhászottunk. De úgy leszik, most már ennek is de most vége. Már ennek vége. Tehát ez, igen, erre szerettem volna én is kiukadni végül is, hogy ennek is vége, tehát most már ők ezt kőkeményen bevállalják, hogy tartalmilag is változtak. Hát most nem fogom felsorolni nyilván a programpontokat, de hát 2006, 2010, 2014, ezeken a választási években a Jobbik EU-ellenes pártként indult. A programjában ott volt az, hogy vizsgáljuk felül, vagy legyen egy népszavazás az Európai Unióval kapcsolatosan. Ha már szóba hoztad, és ennek örülök, nézzük már meg, elhoztad magaddal a 2006-os választási kampány szórólapját, a te saját szórólapodat, ezt mindjárt megtekinthetik a kedves nézők is, itt meg fog jelenni, ahol ugyebár az látszik, hogy van egy oszlop, ami az MSZP-t és az SZDSZ-t jelképezi, egymásra rakva két hasáb, mellette a Fideszt jelképező hasáb, és az MSZP-SZDSZ együtt nagyobb hasáb, mint a Fidesz. És akkor ugye az van a plakáton, hogy egy kéz így ráteszi a Fidesz hasábjára a miép Jobbik kis zöld hasábját, ami ezáltal magasabbá válik, mint a MSZP-SZDSZ összefogás. Tehát magyarul az volt ugyebár az üzenet, hogy a Jobbik a miéppel egyetemben a Fidesz oldalán, a Fidesz segítve a balliberális tábor ellen indul harcba. Sőt, ez ugye egy 2006-os választási kampánynak a figurája, vagy valami fajta grafikája, és azt látni kell, hogy ez minden jelöltnek ott volt a hátoldalán, tehát minden jelölt szórólapjának ott volt a hátoldalán. Azért az enyémet hoztam el, mert nyilván nem akartam mást kellemetlen helyzetbe hozni. Vona Gábor én egyébként nem, mert Vona Gábor 2006-ban nem indult el, mert 2006-ban ő éppen egy ügynöki tevékenységet végzett, és árult valami biztonságtechnikai porszívót, vagy nem tudom milyen dolgokat. És igazából igen, ez volt az alapkoncepció. Azért azt látni kell, hogy ez azt is szimbolizálja, hogy a Jobbik, amikor 2006-ban elkezdett felfutni. Ugye ez köszönhető a Gyurcsány kormánynak, Gyurcsány kormány hibáinak, bűneinek, morális bűneinek, és a 2006-os őszi eseményeknek. Akkor választottuk meg ugye Vona Gábort, akkor tért vissza a politikába, akkor választottuk meg elnöknek, és az volt a célunk, hogy valóban egy olyan nemzeti radikális pártot hozzunk létre, ami ha kell,
akár a Fidesz lelkiismerete is lehet nemzeti kérdésekben, de mindig támogatja nemzeti kérdésekben a Fideszt. Hát erről szól ez a plakát is, amit láthattak a nézők. És valójában az is volt a célunk Vona Gábor megválasztásával, hogy mivel neki voltak fideszes kapcsolatai a fideszes múltja miatt, ezáltal ő talán jobban tud majd partnerségi viszonyt kialakítani a Fidesszel, mint az előző elnök Kovács Dávid, ugye, aki a mélyben politizált. Világos. És nem is nagyon volt programunk, próbáltunk azért gondolatokat megfogalmazni, de igazából azt el kell mondani, hogy 2006-ban a Jobbik egy protestpárt volt, tehát egy valami ellen fogalmazta meg magát, az MSZP és leginkább az SZDSZ ellen, ezt ábrázolja ez a kép is. És a legnagyobb morális bűn szerintem most az a Jobbik vezetői részéről és Vona Gábor részéről, hogy pontosan azokhoz dörgölőzik, aki ellen valaha a Jobbik megfogalmazta magát, és egyáltalán ettől tudott az lenni a Jobbik, ami ettől tudott megnőni, parlamenti párttá válni. Hát most, ha el kéne készíteni az új 18-as kis szórólapot, akkor azon csak annyi változást kéne eszközölni, hogy a jó sok hasából álló baloldali tömb tetejére valaki ráteszi éppen a Jobbik tömbjét, igaz, a DK fölé. No, de visszatérve még egy pillanatra, ahogy összefoglalván egy ilyen nagyon labilis és bizonytalan, és ráadásul narcisztikus személyiség, ő mennyiben volt fogja a mindenkori tanácsadóinak, akik körülvették? Nagyon. Röviden, hosszabban kifejtve, igazából azok a változások, amik az élete során történtek, ott azért megfigyelhető, hogy más-más emberek vették körül. Tehát amikor ő felvette ezt a nemzeti radikális maszkot, hozzáteszem, hogy nem csak a kereszténységet vette fel 20 évesen, hanem nevet is változtatott. Ugye ő Zázrivec Gábor néven született, én Zazának becéztem őt a gimnáziumba, és felvette a Vona Gábor nevet. Egyébként a Jobbikban nem egy névváltoztató van, csak úgy megjegyzem, hogy Toroszkai például Tótnak született, Z. Kárpát Dániel Zsiga Dánielnek született, csak hát a nemzeti radikális szubkultúrában ezek a nevek nem voltak úgy eladhatóak. Igen, tehát ezt nem tudtam. Ez egy identitáskeresés, ami ráadásul nagyon feltűnően látszik a névváltoztatáson is. És visszatérve Gábor személyére és ezekre a változásokra, hogy ő voltak éppen, amikor ezeket a pontokat kereste, akkor mindig voltak körülötte olyan emberek, akik ellátták talácsokkal. Nyilván, amikor a 2006-os választás után a Méppel szorosabb lett a kapcsolat, akkor olyan emberek vették körül, akik inkább a nemzeti radikális szubkultúrából érkeztek. Ugyanakkor ő elindította a cigánybűnözés kommunikációt, elindította a Magyar Gárdát és más ilyeneket. Amiről pedig te is beszéltél, amikor volt ez az Evola korszaka, akkor pedig olyan tanácsadók vettek, ez a Baranyi József nevezetű filozófus például, olyan tanácsadók vették őt körül, akik ezeknek a filozófusoknak a szerelmesei, és hallgatott rájuk. Most pedig szerintem ugyanezt történt, vagy történik, jól láthatóan, hogy az iránytű intézetnél, ugye a Forrai Rihárd által megalapított, és egyébként Jobbik pénzből, illetve a Simicska Birodalom pénzéből élő iránytű intézet, ott kezdett kialakulni egy új tanácsadó közeg. Egy olyan tanácsadó közeg, amely pragmatikus, egyáltalán nem ismeri a nemzeti radikális szubkultúrát, egyáltalán nem gondolkodik jobb és baloldalba, hanem pusztán számoknak nézi az embereket. És most ezek a tanácsadók veszik körbe Vona Gábort, ezzel nem akarom őt védeni, hogy ő a becsapott vezető, hisz ő hozza meg ezeket a döntéseket, de ezeknek az embereknek egyszerűen nincs meg az a fajta szocializációja, ami a jobb oldalon más tanácsadóknak vagy más háttéremberektek megvan. Nem is ismerik a közeget, nem is akarják megismerni a közeget. Ennyiből egyébként gyenge kezű Vona Gábor, mert bizonyos szempontból minden döntése, változása mögött mindig ott volt egy olyan közösség, akinek megfelelni szeretett volna. Elérkeztünk a egyik fontos csomópontjához ennek a beszélgetésnek, nevezetesen, hogy mégis mi a mesterterv. Mert ugye most azért azt Vona Gábornak is látnia kell, és az őt éppen aktuálisan körülvevő és tanácsokkal ellátó iránytű intézet is azt méri hónapról hónapra, hogy elment a választóik fele, valahol lebegnek a semmiben, esélyük nincs arra, hogy 18-ban nemhogy választást nyerjenek, esélyük nincs. Miközben Vona egyébként nem kicsit tette fel a lécet, mikor azt mondta, hogy ha ő nem nyer 18-ban, akkor lemond, mert kíváncsian várjuk. És ehhez képest ugye még mindig fele nagy magabiztossággal, óriási arccal mondja, amit mond.
azt értem, hogy más nem is tehet. De mégis, mi a mesterterv? Hát látja, hát 4 hónapja van hátra, és utána ott fog ülni a semmiben. A mesterterv az eredetileg az volt, hogy ez a tanácsadói közeg, aki egyáltalán nem ismerte a nemzeti radikális szubkultúrát, ami egyébként létezik, és én úgy gondolom, hogy jogosultsága van Magyarországon egy olyan pártnak, ami akár a Fidesztől jobbra sokkal erőteljesebben fogalmaz meg bizonyos kérdéseket, de mindenképpen a jobb oldalon áll a nemzeti kérdésekben, és mondjuk nem csak azt a kormányt támadja, amely nemzeti sorskérdésekben nagyon erős döntéseket hoz, hanem támogatja ilyen helyzetben. Tehát van létjogosultsága. A mesterterv az volt, hogy megtartva ezt a közeget, egyfajta másmilyen kétkulacsos, kettős kommunikációval megszólítják azokat a bizonytalanokat, akik a baloldali káoszt láttán, de mondjuk a Fidesszel szemben fogalmazzák meg magukat, de a baloldali káoszt láttán nem találják most magukat. És ez volt a mesterterv, hogy majd onnan ők elhalásznak annyi szavazatot, amivel át tudják ütni egy nemzeti radikális pártnál lévő üvegplafont. De szerintem ez egy rossz gondolat volt, mert hogyha nyugaton nézzük, tehát ez egy politikai stratégiai hiba volt, ha nyugaton nézzük, a Nemzeti Front, a Szabadságpárt, az AfD, meg más ilyen pártok nem tettek ilyen morálisan elfogadhatatlan lépéseket, hogy a liberálisokkal összedörgölöztek volna, vagy hasonlóan elárulták volna mondjuk az unióhoz való viszonyukat, ahogy most a Jobbik éppen teszi, és mégiscsak felfelé mentek. Ők viszont úgy döntöttek, hogy megpróbálnak nyitni elfelé, viszont nem ismerték ezek a tanácsadók, és valószínűleg Vona Gábor sem a nemzeti radikális szubkultúrát, mert nekik nagyon fontosak a szimbólumok, nagyon fontosak azok a szimbólumok, amik ugye a nemzetünkhöz kapcsolódnak, a hagyományok, a történelmünk, a kultúrák, és nagyon fontos az, hogy például egy olyan kérdésben, amikor szavazni kell az alkotmánymódosításról, az, hogy a kerítés állhasson, és hogy a jogszabályok, hogy ne lehessen Magyarországra a jogszabályokkal meggátolva betelepíteni bevándorló közösségeket, akkor ebben a kérdésben nem áll a kormány mellé. Tehát ez azért kiütötte a biztosítékot, tehát valójában ma már a nemzeti radikális szavazók csalódtak a Jobbikban, nagyon elkeseredettek, és igazából sajnálom is őket, azt kell, hogy mondjam, mert ők rátették az életüket, pénzüket, szabadidejüket, lelkesen dolgoztak azért, hogy a Jobbik ott legyen, ahol lennie kell. És őket árult el Vona Gábor. Ez a két kulacsos kommunikáció nem működött, tehát maga a politikai stratégia az megbukott, köszönhetőnek egyébként a morális részének is. Most, hogy mi a terv, valószínűleg most egy védekezésbe fognak vonulni, tehát nem tudom, hogy mind gondolkodnak, de az biztos, hogy válságkezelésben vannak, kőkemény válságkezelésben, mert már visszatáncolni, vagy ahogy Novák előtt fogalmazott, visszatolni a szekeret már nem tudják. Valószínűleg a két cég közé fognak ülni, tehát se a bal oldalról nem tudnak annyi szavazatot szerezni, mint szerettek volna, azokat a nemzetérzésű jó magyar embereket pedig, akiket eddig maguk mögött tudtak, azokat pedig elveszítik. Hát akkor befejezésképpen mondom, innen is elkezdhetnénk a beszélgetést újra, lenne még 86 kérdésem, de befejezésképpen azért egy jó tanácsot mindenképpen tudnék adni, ha már ez az új mesterterv, hogy mondjuk Z. Kárpát Dániel változtassa vissza a nevét Zsiga Dánielre, mert azzal többre fog menni a Spinoza házban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Ervin. Köszönöm a meghívást. Önöknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, jövő héten a szokott időben találkozunk, a viszontlátásra.